Köszöntöm Önöket, Balzsai Károly vagyok. A következő 20 percben Tarnos Adányt mutatjuk be Önöknek. Tartsanak velünk! A település az Alföld északi peremén Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye csaknem határán, a Gyöngyös-Heves közti síkon fekszik, Hevestől északnyugatra, Gyöngyöstől délkeletre. Az első okleveles említése Szodán néven történt 1301-ben, az Aba nemzetség birtoka volt, de mivel Károly Róbert ellen Csák Máté oldalára álltak, ezért a Rozgonyi csata után elvesztették a birtokukat, és a kompoltiak kapták meg azokat. 1546-ban Losonci Istváné lett, 1619-ben Besenyei Gergely és Kecskeméti Dávid birtoka volt, 1687-ben az Eger visszafoglalásaért vívott harcok idején elpusztult, 1698-ban Besenyei Zsigmond a néptelen Zsadány és Cselőháza pusztákat eladta Almási Jánosnak és sógorának, 1702-től Almásiék a falu birtokosai, díszes kastélyukat 1940-41-ben bontották le, Heves megye végleges területrendezésekor 1877-ben a település a Tarnai alsójárásba került, és ott is maradt 1883-ig, majd 1950-ig a Hevesi szolgabírói járás része lett, amikor önálló tanácsú nagyközségi rangot kapott. 1983-ig a Hevesi járáshoz, majd 1990-ig Heves városához tartozott. A település egyik nevezetessége az 1763-ban épült egyhajós barokk stílusú római katolikus Szent Mihály templom. Az utóbbi években Tarna-Zsadányon folyamatos a fejlesztések sorozata. Kocka Ferenc Tarna-Zsadány polgármesterével beszélgetünk, aki 2019 óta polgármester. Itt nőtt fel, itt is született, ha jól tudom, de ennél azért sokkal színesebb volt az élete. Nem kérem, hogy mondja el, csak miért lett először polgármester? Üdvözlöm! Igen, 2019-ben előtte egy kicsit teljesen más életem volt, rendőr voltam itthon és külföldön. Elég sokat dolgoztam a nemzetközi világban is, és lényegében a választások előtt engem a helyi lakosok többsége is megkeresett annó, hogy szeretnék, hogyha indulnék polgármesternek. Itt nőttem fel, itt születtem, mindig is szerettek, tiszteltek, és akkor úgy elgondolkodtam rajta, és azt mondtam, hogy igen, csináljuk meg. Én nem akartam, hogy a településem nyilván ne tudjon tovább fejlődni, hanem akartam volna belehozni egy új lendületet. És akkor összeálltam egy saját csapattal, helyi lakosokkal, csináltunk egy saját csapatot, képviselőtársaimmal, felépítettünk egy új projektet, hogy mi milyen jövőképet tudnánk biztosítani, vagy tervezni Tarna-Zsadány településének. Ezt megcsináltuk, a választást megnyertük, és elkezdtünk dolgozni. Mielőtt még lenne egy kérdésem, hogy volt egy saját programjuk, és ha jól emlékszem, mesélt olyat, hogy ilyen utcafórumokat csinált. A lakosok mit kértek? Mit mondtak, hogy mi az, amit ők nagyon szeretnének látni, hogy itt fejlődjön? Igen, minden utcának más volt nyilván a jellegzetessége, és a kérése is. Ugye több dologgal foglalkoztunk. Foglalkoztunk a fiatalsággal, a középkorosztály és az idősekkel is egyaránt, valamint a település infrastruktúrájával minden téren. Volt olyan utca például, akik nyilván a sok ott lakó gyerek és a család véget szeretnének mondjuk játszóteret. Volt olyan utca, ahol mondjuk új utat szeretnének. Volt olyan utca, ahol azt mondták a helyiek, hogy túl gyors mondjuk az utcájuk, túl gyors a közlekedés, legyenek fekvőrendőrök. Szóval minden utcában más volt igazából a kérés is, és a településnek a gyenge pontja. Mi arra törekszünk, hogy a településnek a gyenge pontjait megtaláljuk, és ezeket kijavítsuk, felfejlesztjük, és így tud egy olyan balanszba kerülni a település, és elindulni egy fejlődés útján. Miután a választás jól sikerült, elkezdődött a munka, elkezdődött a saját program megvalósítása. Igaz, hogy egy ilyen Covid időszak bejött, ami pokoli nehézé tette a munkát, de mégis jól láthatóan azért elindult a fejlődés útján, vagy gyorsult a fejlődés a településen. Mik voltak az első lépések?
Hát ha visszaemlékszem, valóban a Covid véget nem a legjobbkor lettem polgármester, se én, sem más társam, aki ebben a cipőben volt. De úgy gondolom, hogy én a korábbi életemből hozzászokva is hozzászoktam ezekhez az esetekhez igazából, és tudtam azt, hogy mindig tudom azt, hogy ha valami történik, akkor az hogyan kell azt a problémát megoldani, helyzetfelismerés és irányítás. A képviselői társaimmal azon dolgoztunk tényleg akkor, hogy jó, nézzük meg a település gyenge pontjait. Kezdjük el javítani. És akkor elkezdtük szépen sorba. Tehát mentünk intézményről intézményre, óvoda, általános iskola, önkormányzat, és végigjárva mindent, végigjártuk az összes települést, az összes utcát, és így ismertük a helyi problémákat. Hát folyamatos a fejlesztés az infrastruktúrában, tehát mind út, járda, közterületek karbantartása, a közintézmények védelme, kerítésépítésektől kezdve, parkolóépítések, de nyilván ezzel egy idejűleg nyilván a parkosítás is, tehát a településnek a látképét szebbé tenni. Mesélt a közmunkaprogramnak a megreformálásáról, vagy kicsit újításáról is. Igen, jelenleg közel 80 ember dolgozik a településen közmunkaprogramban. Ez több csoportból áll, mindenkinek, minden csoportnak más a feladata. Egy csoport csak a település tisztántartásával foglalkozik, egy másik csoport a település vízzel vezető árokrendszerének a takarításával foglalkozik. Ugye a település két folyó veszi körbe, tehát ezzel muszáj foglalkozni, jön egy árvíz, ezeket az elvezető árkokat tisztán kell tartani. Az abban lévő fát vagy boklókat a munkások összegyűjtik, a szegényeknek szétosztjuk, tehát ezzel is segítve őket a téli időszakra, vagy fel tudnak készülni, hogy az a tavasztól tartó, őszi tartó időszakig otthonra össze tudják gyűjteni mondjuk a faanyagot, és már kevesebbet kell nekik megvásárolni a téli időszakra. Valamint van építő jellegű csoportom is, kettő csoportom, ők pedig olyan látványos dolgokat készítenek el a településen, amiket ugye jó magam terveztem. Ebben vannak parkolóépítések, aszfaltozások, térkövezések, kerítésépítés, és itt foglalkozunk az általános iskolától kezdve a közterületekkel, a központtal, a hivatali épületekkel, az orvosi rendelővel, és a temetővel, és rengeteg olyan dologgal, amit fontos, hogy kijavítsunk. Ezek látványos és nagyon hasznos dolgok. Meg szoktam kérdezni, milyen szociális hozzájárulásokat, illetve szociális segítségeket tudnak ajánlani a lakosságnak, de erről is mesélt, hogy egyre kevesebb kell a lakosságnak, mert rengeteget segített, mint polgármester munkahelyteremtésbe a lakosoknak. Igen, én úgy gondolom, hogy a mi településünk az kicsit úgy egyedi, tehát ezen a településen az az ember, aki itt lakik, akkor érzi a különbséget, hogy itt az önkormányzat mennyi mindenben tudja segíteni az itt lakókat. Tehát csak egy pár példát felsorolni. Tehát ugye, ha azt mondom, hogy az év elejéről leindulunk, akkor ugye a téli időszakból, mikor a karácsony, a szilveszter után, ugye a január-február, ez mindig egy hosszú időszak. Itt a település az elmúlt években élelmiszercsomaggal támogattuk. Majd utána jött a tavasz, a húsvétkor minden életvitelszerűen lakott lakóháznak pénzbeli juttatást adtunk, változó volt 8 vagy 10 000 forintot a húsvét időszakra. Támogatjuk a nyugdíjasokat is egyébként, a 65 év felettieket is szintén ilyen változó 8-10 000 forinttal. Utána a nyári időszakban a tanulókat, tehát a beiskolázási időszak jön majd, a családokat, ami nagyon fontos, támogatjuk a beiskolázásnál, mind az óvodai és az iskolai beiskolázásnál. Ez a legnagyobb kiadása általában egy szülőnek már az augusztusi hónapban. Kitalált az önkormányzat a képviselőtársammal egy olyan támogatási formát, hogy támogassuk például a helyi fiatalokat, vagy azokat a felnőtteket, akik elvégeznek bármilyen szakmunkás, szakközépiskolai, vagy főiskolai szakképesítést, és ugye azok az emberek, akik hoznak ide nekem egy érvényes szakmunkás bizonyítvány, szakközépiskolai végzettséget, nem az OK-s bizonyítványra gondolok, főiskolai diplomát, vagy nyelvvizsgával jönnek ide hozzám, ezzel ösztönözzük a fiatalokat, hogy tanulni, tanulni, tanulni. Azokat az önkormányzat 50, 75 és 100 ezer forinttal jutalmazza ezeket a diákokat. 19-ben ezt kitaláltuk, 20-ban megvalósítottuk.
Akkor kezdődött egy ilyen 8 fővel, most már több mint 14 fő az, aki már elvégezte ezeket az iskolákat. Tehát növekedő tendencia, tehát hogy arra készítjük a fiatalokat, hogy tanulás, tanulás, tanulás. Lépek tovább. Jön az őszi időszak, ugye, szintén pénzbeli támogatással segítsük még a település lakosságát, ugye. A november 1-én például, mikor ugye mindenki megy ki a temetőben a szeretteihez, akkor nagy segítség, tudnak belőle venni az emberek gyertyát, koszorút, virágot, bármit, ha kell, élelmiszert, megint segítség. És karácsonykor minden család, tehát ugye a településen egy óriási nagy élelmiszercsomagot kap az önkormányzattól segítségül. Az önkormányzat arra törekszik, hogy ezt úgy helyek közel mindig megtartsa. Ezen kívül segítettem a helyieket abban, hogy nagyon sok ember dolgozik nálam, több mint 80 fő az önkormányzatnál. Rengeteg emberből lett vállalkozó, és rengeteg ember ment el vállalkozóval dolgozni, és nagyon sok embert tudtunk elirányítani a közelben lévő gyárakba dolgozni. Ha kellett, ajánlást adtam hozzá, mert tudtam, hogy jó dolgozó. És így rengeteg ember dolgozik. Nagyon-nagyon kevés lett a szociálisan rászoruló személy. Őket meg az önkormányzat egyébként is tudja támogatni, vagy segíteni. De a cél az, hogy tanulni, dolgozni. Ha az ember tanul, lesz szakmája, jobban el tud helyezkedni, ha dolgozik, jobban keres pénzt, jobban meg tud élni, ő meg a családja is tudnak fejlődni. És ezzel párhuzamosan a bűnözés is megváltozott, tehát míg régen, több évvel ezelőtt a településnek nagyon rossz voltak, nyilván a közbiztonsága, mert annyi volt a bűnözés, ez most nagyon sokat javult, mert annyi ember dolgozik, eljár dolgozni, van munkahelye, hogy teljesen leminimalizálódott, és egy jó irányba elindult a település. Sokat foglalkozik a közösségi terek, meg a közösségnek a ismét összekovácsolásával, és az első lépésben ugye a sportegyesületet megalapították, és utána azzal nagy tervek vannak, illetve annak az infrastruktúráját, ha jól tudom, próbálják kiépíteni. Igen. 19-ben ugye akkor megterveztük, hogy az önkormányzat létre fog hozni egy sportegyesületet. Már akkor megterveztük azt is, hogy kik azok a helyi sportkedvelő és hozzáértő személyek, akik ennek a vezető pozíciójába ugye részt fognak venni. Jó magam is a sportegyesületnek alelnöke voltam, jelenleg nyilván ott vagyok benne, mint tiszteletbeli tag, és segítem, ahogy csak tudom, a sportegyesületet, nem csak pénzzel, hanem ott is vagyok, segítek, ha kell, viszem, szervezek, mindent csinálok. Az volt a cél, hogy a helyi fiatalságot, legyen az gyerek, középkorosztály vagy felnőttek, meg tudjuk őket fogni, hogy egy kis életet hozzunk a településre. Szeretnénk a település közepén lévő, a tavunk mellett lévő teleház területén egy sportcentrumot létrehozni, és elég jó úton haladunk e felé. Hála a Magyar Falu programnak több pályázatot tudtunk már nyerni ezzel, így meg tudtuk venni a meglévő felszereléseket, és minden olyan kiegészítő dolgot, labdáktól kezdve, mezek, védőfelszerelések, kapukat, amivel már a gyerekeket tudjuk sportoltatni. Az utánpótlásban is például már két csoport is focizik, az U11 és az U13 évesek. Nagyon jó eredménnyel zárnak mindenhol. Valamint ebben az évben pedig szeretnénk pályázni műfűves focipályára, a településnek nincsen, se nagy pályára nincsen, és ugye ezek a gyerekek reggeltől estig rúgják a focit a tó mellett lévő üres prérin. Én azon fogok dolgozni a képviselői társaimmal, hogy ezt meg tudjuk nekik valósítani. Ha ebben az évben én úgy gondolom, hogy ezt meg fogjuk tudni csinálni, és a teleháznak az udvarára megépítenénk ezt a focipályát. Na, onnantól kezdve viszont ez egy nagy mérföldkő lesz. Rengetegen tudnak kijönni focizni. Nem csak a gyerekek, nem csak a fiatalok, a középkorosztály, idősek, mindenki. Még a kocsmából is kijönnek az emberek szurkolni a fiának, az unokájának, tehát egy új közösségi életet tudunk létrehozni. Ezen kívül. Nyilván nem mindenki szereti a focit. Nyertünk pályázaton egy fitness parkot is, amit szintén beletennénk ebbe a centrumba, és a fiatalok ott is meg tudnák találni a számításukat. Aki akar, kimegy oda edzeni, sportolni, futni, aki akar, focizik, tehát mindenki találja meg. És én úgy gondolom, hogy ezek a közösségi terek és helyek, és a közösségi élet,
az kell mindenhová. Legyen az település, legyen az bármilyen nagyobb város, ez mindig is kelleni fog. Erre szükség van. Melyek azok a nagy projektek, amik ezeken kívül még nagyon szeretne véghez vinni a településen? Amikor 19-ben ugye mi megnyertük a választást, ugye nagyon sok feladatot tűztünk ki magunk elé. Nyilván ez nem egy 5 éves terv. El is mondtuk akkor, nem 5 évre szeretnénk a település vezetői lenni, hanem hosszú távon. Senki se váltja meg a világot 2 nap alatt, meg 3 nap alatt, meg 1 év alatt, tehát ehhez idő kell. Munka van. Próbálunk sorba menni. A nagy projektjén közé tartozik az, hogy a településen megépítsünk egy új bölcsödét. A bölcsöde épületünk, ha minden jól megy, a terveknek megfelelően, akkor pontosan az önkormányzat mellé fogjuk megépíteni. Miért is lesz ez jó? Munkahelyteremtés, felépül egy új bölcsödei komplexum. Azok a szülők, akik a gyermekéket mondjuk 2 és 3 éves között be tudják adni a bölcsödébe, el tudnak menni dolgozni, vissza tudnak menni a munkavilágába, mert ugye ők meg vannak fogva amiatt, hogy otthon kell lenni a gyermekével, és nem tud menni dolgozni, mert a gyermekével kell lenni, óvodába pedig még nem tudja beadni. Nagyon nagy segítség lesz a településnek egyébként, minden szinte, minden téren. Vannak még befejezetlen utcáink, amiket szeretnénk még leaszfaltozni, valamint ígértük még a településnek azon részének, hogy csinálunk plusz játszótereket, tehát közösségi helyeket. A cél az, hogy a településen legyen legalább 3 olyan pont, a település legelején, a település közepén, amit említettem, és a település másik végén 3 olyan játszótér, ahova mindenhová ki tudnak jönni a családok, a gyermekeikkel, és jól érzik magukat. Ezen kívül fejlesztjük mi tovább a település infrastruktúráját, és itt nem csak az úthálózatra gondolok, nem csak a járdákra gondolok, itt gondolok a közterületekre, azoknak a térkövezésére, a piactérre, minden intézményre, az általános iskolára. Ezeket mind fejleszteni kell, és fogjuk is. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, sokat tesz a településért, ráadásul személyes kötődése is van Tarnazsadányhoz. Tarnazsadány nagymamámnak a szülőfaluja. Én mindig úgy jövök ide, ahogy gyerekkoromban is jöttem, hiszen én még emlékszem dédnagymamámra, emlékszem a főztére, emlékszem a teljes rokonságra. Ma már a faluban nem nagyon van rokon, legalábbis közvetlen semmiképpen sem, viszont mindig szívesen jövök ide. Amit az elmúlt időszakban megcsináltunk, az iskola szinte kompletten felújult. Aki emlékszik, hogy honnan indultunk, vizes blokk, egyéb problémák, most már tényleg csak benne néhány teremnek a felújítása várat magára. Óvodát kibővítettük, itt van mögöttem egy 3 csoportos, nagyon klassz oviról beszélünk, és most a bölcsődei pályázat éppen most fut, reméljük, hogy az is nem sokára pozitívan, és már megvan a telek is, ahol az önkormányzat föl kívánja újítani. Nincs már olyan utca, ami szinte ne lenne felújítva, még egy utca van, amin van mit csinálni, illetve a főút is most újul meg teljes egészében, az M3-as heves teljes szakasz felújításra fog kerülni, aminek szintén nagyon örülünk. Rendben van a polgármesteri hivatal, rendben van a védőnői rendszer, rendben van az orvosi rendelő, hiszen az is lett újítva, van munkahely, hiszen itt van a Bot Hungária dolgozik, és most jön éppen ide egy csirkét nevelő, egy broiler terep, egy csirkenevelő terep, ami nagyon komoly beruházás lesz, ennek is nagyon örülünk. Játszóterek épülnek, jön egy műfüves pálya, ami a Teleház udvarára lesz fölépítve, ami szintén egy rendezett környezetet hoz magával, és az ott lévő tavon törjük a fejünket a helyiekkel, hogy mit tudunk belőle kihozni és hogyan tudjuk építeni. Tarnazsadány rengeteget fejlődött, rengeteget változott, és reméljük, hogy a jövőben is ez így fog tovább menni. A magam részéről ehhez minden támogatást megadok, és együtt tudunk dolgozni polgármester úrral és a képviselőtestülettel. A településen az oktatási intézmények is folyamatos fejlesztésen esnek át. Szécsi Gyuláné intézményvezető helyettessel beszélgetünk az általános iskolának az udvarán. Első kérdésem az lenne, hogy hány gyermek jár ide ebbe az iskolába? 126. És mint helyi születésű? Mindenki helyi születésű, így van. Általában az iskola határ is úgy van meghatározva, hogy helyi gyerekek járnak ide. Hát vannak egyébként
más faluból is, akik ide beköltöznek Tarnazsadányba, és ugye ezeket a gyerekeket föl kell, hogy vegyük. Az iskola létszáma az sűrűn változik, így évről évre, vagy nagyjából stagnál? Most nagyjából inkább stagnál, azt mondhatom. Majdnem minden évben most kevesebb-kevesebb gyermekünk volt. Volt egy olyan évünk 5 évvel ezelőtt, amikor 153 gyermekünk volt. Az iskola bejáratánál van egy tábla, hogy művészeti iskola. Mit jelent ez pontosan? Ez azt jelenti, hogy amikor a mindennapos testnevelést behozták, ugye nálunk nem áll rendelkezésre hatalmas tornaterem, egy kicsi tornaszobánk van, és így a heti 5 testnevelés óra az osztályoknak nem fért volna be. Éppen ezért éltünk ezzel a lehetőséggel, hogy egy testnevelés órát táncóra oktatásával váltottunk ki. Alsó tagozatban jobban szeretik, a felsősök már kevésbé ezt a táncórát. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire lelkesek, mert testnevelés óra az mindig olyan megosztott. Valaki nagyon szereti, valaki nagyon nem szereti. A tánccal hogy vannak? A tánccal ugyanígy vagyunk. Alsó tagozatban inkább a kicsik jobban szeretnek táncolni, talán még az 5.-6. is, 7.-8. már annyira nem. Tehát igazából ugye társas tánc, ami nem igazán a szívük csücske. Az iskolában sok fejlesztés, láthatóan sok fejlesztés történt. Melyek voltak ezek? Nagy örömmel vettük, hogy polgármester úr a szárnyai alá vett bennünket, úgymond, és a régi kazánunk az már a tavalyi évben sem úgy működött, ahogy kellett volna. Kaptunk ugye új kazánt, teljesen új kazánt, és napelemet telepítettek az iskolába. A napelemen kívül még milyen fejlesztések történtek? 2 évvel ezelőtt az iskolánkban megtörtént az iskola külső részének a rendbetétele, illetve új szint kapott. Nyílászárók cseréje is megtörtént, valamint a tavaly nyár folyamán új radiátorokat kaptunk, illetve a radiátor csövek is kilettek cserélve az ősz folyamán. Mi az, amit még a jövőben nagyon szeretnének fejleszteni az iskolán, illetve az iskolában, iskolán kívül, ami szükség lenne a gyerekek számára? Egy hatalmas nagy tornatermet mindenféle felszereléssel, ami csak egy igazi tornaterembe szükséges. Mert ezek a gyerekek akkor látnak majd igazán tornatermet, amikor elkerülnek középiskolába. És teljesen új nekik a hatalmas tér, a rengeteg szer, ami ott rendelkezésre áll. Nem csak a gyerekekre és a fiatalokra figyelnek oda a településen. Besenyei Csaba alpolgármester úrral beszélgetünk. Polgármester úrral sokat beszélgettünk a település fejlődéséről, illetve a szociális hálónak a kiépítéséről, és hogy mennyi mindent tudnak segíteni a lakosságnak, de van egy külön program az idős gondozásról. Igen, az idős gondozással Németh Alfréd képviselő úr foglalkozik, őtet bíztuk meg is, hogy most a jelen pillanatban Máltai Szeretett Szolgálat alkalmazásában van, és ezt nagyon jó dolognak tartsuk. Előző években ez nem így működött, de most már hálá jó Istennek kiépítettük azt, hogy a képviselő úr napi szinten jár az idősekhez, tehát gyógyszertárban járkál, ABC-kben, tehát az élelmiszer problémájukat is megoldja, és azon belül a hálózata az a ki van úgy építve, hogy jelző szinten, tehát hogyha valami gond van, akkor nekem jelez, vagy polgármester úrnak, és azon belül ugye csomagosztásban is részt vesz nagyon keményen, és szinte egész napja rá is megy erre a problémákra. Hány idős embernek tudnak segíteni? Hát egy durván egy 60-70 fő. És hogy lehet jelentkezni? Ki az, aki ebben részt vesz ebbe a programba, vagy részt vehet? Ez úgy van, hogy ugye ezt az idős lakosok ezt tudják, hogy Németh Alfréd foglalkozik vele, telefonja van, telefonon értesítik, és ő azonnal ki is megy, és bifelénk megjelez, hogyha olyan gond van, amivel csak az önkormányzat és foglalkozik. Akkor egész évben? Egész évben, igen. Hétvégén is, hétköznap is hétvégén is, így van. Éjjel-nappal. Mai adásunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra!